Folytatjuk a startot, mégpedig egy olyan témával, ami előbb-utóbb mindenkit érinteni fog, nevezetesen a nyugdíj kérdéssel. Itt van velünk Süle Szigeti Bulcsú közgazdász, a Bank Monitor nyugdíj szakértője. Jó reggelt kívánok, jó, köszönöm, reggelt, hogy itt van. Az első kérdés az bulváros, mert hogy most már minden a bulvárról is szól. Egy ilyen fiatal ember, mint ön, miért fordul éppen a nyugdíj kérdés felé? Igen, ez egy szokatlan dolog lehet, de a tudományos érdeklődés engem ebbe az irányba vitt el. Úgyhogy mondhatom, hogy most már 6. éve igyekszem foglalkozni ezzel a témával, és kutatom a rendszer ágas-bogas ügyeit, úgyhogy ma is pont egy ilyen kutatásról fogunk beszélgetni. Így van, azt írta a Bank Monitoron a legújabb cikkében, illetve hát kiszámolta és példákat is hoz, hogy mennyit kellene spórolni havi szinten ahhoz, hogyha valaki nyugdíjas korba ér, akkor egy 15 millió forintnyi megtakarítással rendelkezzen, de mindez nyilván azért szükséges, mert az állami nyugdíj az nagyon kevés, úgyhogy beszéljünk picit először az állami nyugdíjról. Van egy ilyen kifejezés, hogy nyugdíjas létminimum, amely létminimum alatt 900 ezer nyugdíjas él. Róluk mit lehet tudni? Igen, azt fontosnak tartom leszögezni, hogy ez csak egy becslés. Ugye a KSH az, aki hivatalosan létminimumot számított egy darabig, de ők 2015-től kezdve ezt már nem csinálják, és utána a segítségünkre sietett egy független kutatóintézet, a Policy Agenda, és ők folytatták a elvileg változatlan módszerben a KSH-nak ezt a kutatását, úgyhogy ott már 2020-ig tudjuk, hogy mennyi volt a nyugdíjas létminimum, egy személyes háztartást feltételezve. És ott ilyen 112 ezer forintról beszélhetünk, de hát azóta azért volt egy jelentős infláció, úgyhogy én azt csináltam meg, hogy a nyugdíjas inflációval növeltem még ezeket a számokat, és akkor most azt mondhatjuk, hogy 2023-ban 160 ezer forint lehetett a nyugdíjas létminimum. Tehát, hogyha valaki egyedül él nyugdíjasként, akkor legalább 160 ezer forint jövedelemből kellene tudnia élni havonta, annak érdekében, hogy a szerény megélhetést képes legyen finanszírozni. És hát sajnos azt látjuk, hogy az állami nyugdíj ezt sok esetben nem fedezi. Tehát, hogyha csak az állami nyugdíjakat vizsgáljuk, akkor az összes nyugdíjasnak nagyságrendileg a 40%-a az ennél kevesebb állami nyugdíjat kap, tehát mondhatjuk, hogy a létminimum alatt él. Ez egyébként 900 ezer embertől. Igen, és akkor ennek a tömegnek a 66%-a nő, hogyha jól olvastam ebben a cikkben, ennek mi az oka? Valóban, eleve többségben vannak a nők, ugye ennek az az egyszerű oka, hogy a nők tovább élnek, mint a férfiak, tehát a nők eleve felül reprezentáltak, de nem ennyire, hanem mondjuk egy ilyen 62% a nyugdíjasok körében. A nők körébe tartozik a fennmaradó része a férfiak, de minél alacsonyabb nyugdíjszinteken vagyunk, annál felülreprezentáltabbak a nők sajnos, tehát az alacsony nyugdíjszinteken a nők vannak nagyobb többségben, és vannak olyan magas nyugdíjszintek, például az 500 ezer forint fölötti nyugdíjak, ugye kevesen kapnak annyit, de ezért akadnak, ott pedig a férfiak abszolút dominálnak. Úgyhogy az aktív években lévő különbség, egyrészt bérkülönbség, másrészt a szolgálati időben meglévő különbség, akár ezeket a számokat is kibonthatjuk. Ez természetesen a nyugdíjakban is kirajzolódik, így aztán a nők sajnos kétszeresen is hátrányos helyzetbe kerülnek. Jó, akkor nézzük a szolgálati éveket. Azt írja, hogy a férfi nyugdíjasok 38 évnyi szolgálati idővel rendelkeznek átlagosan, a nők meg 33 évvel, gondolom itt a gyerekszülés játszott bele ebbe az adatba, vagy valami más? Nem csak az, ugye a gyermeknevelés egy darabig figyelembe van véve, tehát a szolgálati idő elvileg nem csökken, hogyha valaki nem túl sokat maradt távol a munkaerőpiactól, de egyébként sok esetben a nők akár 8-10 évnél is hosszabb időt vannak otthon, különösen, hogyha sok gyermeke van egy anyának, akkor az bizony a szolgálati időt az jelentősen csökken. És egyébként is hát azt tapasztaljuk, hogy a férfiak aktívabbak a munkaerőpiacon, a nőknél pedig gyakoribb, hogy valaki akár néhány évre kimarad. Úgyhogy így jön ki ez az 5 évnyi különbség. És ugye a 33 év az úgy jön ki, hogy vannak sokan, akik a nők közül is 40-nél több évet tudnak jogviszonnyal igazolni, ők aztán jogosultak a korkedvezményre, tehát a nők 40 az egy nagyon kedvelt lehetőség, de hát akkor persze nem nehéz kiszámolni, hogy vannak, akik mondjuk csak éppen, hogy megvan nekik a 20 év vagy 25 év, és ilyen szolgálati idővel mennek nyugdíjba. És aztán a keresetekben is persze van egy jelentős bérszakadék, most a legfrissebb adatok szerint ez 17%-ot meghaladja nők és férfiak között, tehát ez a másik nagy hátrány. Amúgy ez nemzetközi összehasonlításban, vagy mondjuk Európai Uniós összevetésben mekkora rés ez a 17,5%? Ez kifejezetten nagy, ez az egyik legrosszabb az egész Európai Unióban.
Jó, akkor mielőtt még rátérnénk arra, hogy mennyit is kéne félrerakni, mert nyilván ez a legizgalmasabb, abban is vita van, hogy a nyugdíjrendszer az fent tud-e maradni. Vannak, akik azt mondják, hogy fent tud maradni, de mondjuk 70-71%-ra kéne emelni előbb-utóbb a nyugdíjkorhatárt. Mások azt mondják, hogy ez így össze fog omlani. Megint más például Karácsony Mihály azt mondja, aki a nyugdíjas parlament elnöke, hogy a nyugdíjrendszer nem omlik össze, mert ez nem közgazdasági kérdés elsősorban, nem költségvetési sor kérdése, hanem politikai kérdés, tehát nyugdíj már pedig lesz, mert lennie kell. Ön mit gondol? Igen, hosszú távon nem kedvezőek a folyamatok, tehát ugye van az elöregedés, ami egy természetes demográfiai átalakulás, alapvetően nagyon kevés gyermek születik, és az időskor pedig egyre többen érik meg. Tehát emiatt a társadalomnak a kor összetétele az eltolódik, egyre kevesebben vannak az aktívak, és egyre többen a nyugdíjasok, legalábbis aránylag a társadalmon belül biztosan. Úgyhogy ez akár elvezethet ahhoz, hogy különböző egyensúlyjavító intézkedésekre legyen szükség, ezek kivétel nélkül nagyon fájdalmas dolgok lennének. Igen, nagyon szép elnevezés, hogy egyensúlyjavító, valójában ezek brutális megszorítások. Hát igen, attól függ, hogy hogyan akarjuk címkézni. De én elképzelhetőnek tartom, hogy előbb-utóbb el fog jönni a 70 éves nyugdíjkorhatára, ahogyan is mondta. Ez még az én életemben biztos, hogy be fog következni. Most ugye 65 év, tehát igen. Az azért még egy kicsit odébb van. De egyébként, hogyha figyeljük az Európai Uniós országokat, a 27 tagállamból 25 bejelentette, hogy ők tervezik a jövőben emelni a nyugdíjkorhatárt. Magyarország pont az a kivétel, aki ezt még nem deklarálta, de én attól tartok, hogy a realitás az ebbe az irányba mutat. Viszont abban igaza van az elnök úrnak, hogy azért van mozgástere a költségvetésnek, tehát amikor megtervezik a kiadásokat, akkor nem kell 100%-osan az aktuális évnek a járulékbevételeihez igazodni. Ez egyébként a korábbi években is már így volt, hogy hajlamos jóval többet költeni nyugdíjakra a kormány, mint amennyi a nyugdíj célú bevétele. Igen, látszik is a költségvetésen. Nem kicsit felpörgetni, mert hogy egy percünk maradt, nézzük az öngondoskodást. Ön kiszámolta a cikkében, hogy egy mondjuk 35 éves hölgy a 15 millió forintnyi megtakarításra szeretne szert tenni, mire 65 éves lesz, akkor mi a kiindulási alap, mennyi pénzt kellene tudni a havi szinten félretenni ehhez? Így van, akkor kereken 20 ezer forintot kellene félretenni, ez lehet önkéntes nyugdíjpénztár keretein belül, vagy nyugdíjbiztosítás, vagy ehhez hasonló, és akkor az általunk most taglalt nyugdíj problémákat egy kicsit tudja ellensúlyozni így öngondoskodás keretein belül. És arról van bármiféle kimutatás, hogy erre mennyire hajlandóak a magyar állampolgárok, mennyire veszik ezt komolyan, mennyire fogékonyak? Igen, a társadalom egy része ezt nagyon aktívan csinálja, ők több mint 1,5 millióan vannak, de hát van közel 5 millió foglalkoztatott, úgyhogy szerintem itt még van tér a fejlődésre. Sületi Szigeti Búcsú, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm.